Az adatlapokat tölti ki az egyik diák munkaközvetítő cégnél. A héten zárult le az idei tanév, sok fiatal vállal munkát nyáron. A Nemzeti Adó és Vámhivatal épp ezért néhány fontosabb szabályra hívja fel a figyelmet. Nagy Attila adóügyi referens híradónak elmondta, a legfontosabb tudnivaló a nyári munkát vállaló diákok közteherviselés szempontjából felnőttnek számítanak. Az azt jelenti, hogy ugyanúgy felnőttnek minősülnek, tehát hogy adóazonosító jellel kell mindenféleképpen rendelkezniük, hogyha ez elvesztették, vagy nincs meg a kártyák, vagy nem tudják a számok, akkor a NAV honlapjáról tudják a 21T34-es adatlapot letölteni, illetve benyújtani, de ennél van egy egyszerűbb megoldás is, van egy webes kitöltő felület, az online nyomtatvány kitöltő alkalmazás, ahol ha ügyfélkapuval rendelkeznek, egyből be tudják nyújtani ezt az adatlapot. A diák munkával szerzett jövedelem néhány foglalkoztatási formát kivéve is adóköteles. A személyi jövedelemadó mértéke 15%, amit a munkaadó adóelőlegként von le a diák bruttó jövedelméből. Ha a munkaviszonyban vagy biztosítást eredményező megbízási jogviszonyban dolgozik a tanuló, akkor egyéni járulékot is kell fizetnie, melyet szintén a munkáltató von le. Nagy Attila szerint a szabályozásban nem történt változás az elmúlt években. Nincsen változás, azt lehet mondani, hogy ugye aki munkaviszonyban áll, azt a szerződést mindenféleképpen írásba kell foglalni, hogy ez az írásba foglalt szerződés tartalmazza a munkaviszony jellegét, az időtartalmát, tartalmazhatja azt, hogy órabérve, teljesítménybérve dolgozik a fiatal, ami biztos, hogy őnek is, ugye, hogyha a napi 8 órát eléri a munkaviszony, akkor a havi minimálbért 167.400 forintot meg kell kapnia. Hogyha valaki viszont egyszerűsített foglalkoztatásban helyezkedik el, tehát ilyen alkalmi munkát vállal, vagy idény munkát vállal, akkor ott nem kell ragaszkodni az írásba foglaláshoz. A főreferens hozzátette, úgy látják, nagy igény mutatkozik a diákmunkások iránt, hiszen vannak olyan területek, ahol az elmúlt időszakban kiestek bizonyos munkavállalók, az ő pótlásukra előszeretettel alkalmaznak fiatalokat.